Sziasztok! Köszöntelek titeket, mint Senior Eagle menedzsereket. A stúdióban, hála jó Istennek, megint itt tudunk már lenni élőben. És ugye, ha jól tudom, nektek ez a zsinórban a hatodik Eagle, amit megcsináltatok, tehát 2015 óta mindig. Akkor azt meséljetek már el, hogy mi volt az 15-ben, ami titeket elindította, hitet meghozta, hogy már pedig, mert ezt elárultátok nekem itt a korábbi beszélgetésben, hogy nem azt mondtátok, hogy megcsináljuk az Eagle-t, hanem hogy mostantól mindig. Szóval mi hozta ezt a döntést? Először is, Tamás, köszöntünk mi is téged, és köszönjük a meghívást, hogy itt lehetünk a stúdióban. És innét kívánok minden Eagle menedzsernek, vagyis nem is kívánok, hanem gratulálok, hogy Eagle menedzserek lettek, és azt látom, hogy egyre többen vagyunk Eagle menedzserek, és ennek nagyon örülünk. Hát, hogy velünk ez hogy kezdődött? Ez egy nagyon jó történet. Tulajdonképpen nekünk a lényeg az életünkben a hit. Szerintem nagyon sok ember él úgy az életben, hogy alul értékeli magát, és nem látja meg önmagában azokat az értékeket, ami benne rejlik. Ezért nem is hozza ki magából. Azt mondják, hogy a töredékét nem tudjuk kihozni magunkból annak, ami bennünk van. Mi is így voltunk. Én igazgató lettem, és éltem az igazgatói kis éveimet, de a fejemben nem igazán érlelődött meg az, hogy én meg tudom ezt az Eagle menedzseri szintet érinteni, el tudom érni, mert valahogy úgy éreztem, hogy én ehhez kevés vagyok. Szerintem nagyon sok menedzser vagy ember van így a világban, de mint a Forever tökéletesen felépített üzlet, ezért nekünk olyan szerencsés helyzetünk van, mint sok embernek, hogy vannak mentoraink, vannak szponzoraink, és így az én egyik mentorom, Lapis Tibor, nem korán, már november írtunk 2014-ben, mikor felhívott bennünket, hogy hogy állunk az Eagle menedzseri szinttel. Abban az évben én úgy éreztem, hogy meg tudom csinálni. De ez nem volt a teljes tökéletes hit, csak úgy a szívemből tehát mondtam. A Lapicnak a hívása kellett. Igen, hozzá. Igen. És a Tibor azt mondta, hogy hogy állunk. Mondom, van már két pontunk, új pont, és hát biztos, hogy valahogy csak lesz. De ez a két pont, ez, ha aki tudja az Eagle menedzseri kiírásokat, az azt jelenti, hogy egy év alatt 100 új pontot kell elérni, és két új supervisort kell felsegíteni a supervisori szintre, az újak közül. Tibor azt mondta, hogy ez remek, ez tökéletes, akkor szerintem, ha valaki meg tudja csinálni, akkor ti ezt meg tudjátok csinálni innét is. Hát mi a Katival összenéztünk, és azt mondtuk, hogy hát ha Tibi hisz bennünk, és el tudja rólunk képzelni, akkor ezt megcsináljuk. És képzeld el, Tamás, hogy áprilisra Eagle menedzserek lettünk, 2015 áprilisra, akkor volt az első Eagle menedzseri szint. Nagyon motivált bennünket az, hogy Cancún volt a kiírás, az utazás, holott ugye ezt nem lehet csak az utazásért megcsinálni. Ez egy példamutatás. Tehát mi mindig szerettünk volna a csapatunknak, sőt, én talán elmondhatom, hogy az életemet is úgy élem, hogy az egész környezetemnek példával élem az életem. Ez nem esik nehezemre, mert talán mindig is egy kicsit ilyen voltam, de mióta Forever az életembe került, még jobban erre törekedek. Így a Foreverben is a Foreveres munkatársaknak tudtam egy olyan példát adni, meg szerintem a Forever világnak minden egyes Eagle menedzser egy újabb és újabb példát mutat arra, hogy ezt érdemes megcsinálni, és hogy mindenki elérheti ezt a szintet. Köszönet ugye a csapatnak, mert csapat nélkül ez nem működik, és ugye azt tudni kell, hogy ez az üzleti szint az a szint, amire nem lehet belépőjegyet vásárolni. Minket ez is nagyon motivált, főleg miután az első utunkat Cancúnban meg is kaptuk, és elmentünk, bejártuk a területet, sőt, meghosszabbítottuk az időt, így Mexikót is meg tudtuk nézni, és minket megdöbbentett az a szeretet, az a fogadtatás, amivel a cég vezetése fogadott bennünket. Hát mi lehet, hogy az elején többet sírtunk, mint nevettünk, mert annyira megérintett bennünket. Ilyet nem kaptunk még, el kell, hogy mondjam. Tehát mi egyszerű emberek vagyunk, kis falvakból származunk. Én egy 1000 fős kis Vasmegyei településből, a
Kati egy kicsit nagyobb településből, de szintén egy vasmegyei településből. És én nem gondoltam soha, hogy a repülőt azt halandó embereknek találták. Én úgy véltem, hogy az valami... Csak föl van is ilyen pici. Igen, úgyis kicsik, és egyesek juthatnak csak fel oda. És hát mikor megtapasztalta az ember, hogy ez neki is akkor ez volt az első repülőutatok? Szinte az első hosszabb, így mondom. Mert nekem igen. Nekem, a Katinak az első. Nekem igen. A Forever által volt nekem, ugye nekem a Gidófalvi Attila által készített utak tulajdonképpen, azok voltak az elsők, tehát én a Go Diamond képzésekre folyamatosan elmentem, az Attila képzéseire, nagyon sokat tanultam és nagyon sokat fejlődtem azokon a képzéseken, és ez is nagyon sokat adott, azok voltak az első repülős útjaim. Kati, te ugye később kapcsolódtál be az üzletbe, tehát neked ez még frissebb élmény volt, vagy gondolom ez, ha valami, ez igazán, talán ez az út győzött meg arról, hogy nagyon helyes úton jártok. Igen. Tehát akkor már néhány éve mi párkapcsolatban éltünk, és igazából ez volt, amikor bennem is megerősödött, hogy ez egy olyan dolog, egy olyan életstílus, amit érdemes élni, amivel érdemes foglalkozni, amiben érdemes beletenni a munkát, és tényleg óriási élmény volt nekem ez az út, és onnét én is váltam Tamás mellé, és onnan hát támogatom a munkájában. Most még egyelőre, még csak mellé. Később visszatérünk, igen, hogy igen, most jön igen, egy változás, igen, mire igen. Látják a nézők, akkor már nagyon közel leszünk ahhoz. Erre térjünk vissza, szólj, hogyha esetleg elfelejteném. Tamás, te már jó ideje, úgymond főállásban, ezt arra mondjuk mindig, hogy aki tulajdonképpen kizárólag a Forever üzlet és építéssel foglalkozik, de azért nem mindig. Tehát te is munka mellett csináltad ezt. Igen, nagyon sokáig munka mellett. Tehát én 13 évvel csatlakoztam a Foreverhez, és 5 éve vagyok főállású Foreveres. Sőt, el kell, hogy mondjam, hogy 4 munkám volt, mikor a Foreverrel találkoztam. Tehát ez volt a negyedik lábam. Én mindig hittem abban, hogy több lábon állóság. És pedig? Mi volt? Én a Vasmegyei Napilapnál voltam terjesztési területi vezető, 90 ember tartozott hozzám. Tulajdonképpen ez egy Vasmegyének egy cikkejében én irányítottam a terjesztést. Mellette volt egy boltunk, amit üzemeltettünk, az egy vegyes kereskedés volt. Akkor 100 forintos üzleteknek hívták. És mellette minden szombat éjszaka én szállítottam a vasárnapi újságot Veszprémből Szombathelyre, és kis autóval még egy kisebb túrát is megtettem. Úgyhogy én tulajdonképpen több éven keresztül szombat éjjel kihagytam az alvások közül, mert hogy nappal meg nem tudok aludni, tehát így vagyok összerakva. Tehát amikor hazaértem reggel, akkor már feleslegesé vált. Neked minden szombat éjjel buli volt. Igen, hát mondhatjuk így, hogy buli 11-től reggel hétig autó. Igen, és ugye szokták mondani, hogy nekem erre nincs időm. Én pont azért kezdtem el foglalkozni a Foreverrel, hogy nekem legyen. Volt a negyedik? Tehát a Forever lett a negyedik. A Forevert választott, vagy vállaltam be negyedik. Igen. És hát ugye azokban az években még nem az online volt a jellemző, tehát menni kellett. Azért az le a kalappal akkor, neked sűrű éveid voltak. Így van, tehát direkt offline, és én még a mai napig is azt mondhatom, hogy offline-ban vagyok a jobb. Tehát abban szocializálódtam, tehát az offline-ban. Az online tanulom, és még az úton vagyok, hogy ebben azt mondhatom, hogy én online is építem az üzletemet. Nagyon kicsi munka része az üzletünknek az online, eredmény szempontjából, de egyre több munkát teszünk bele az online-ba is. Mert úgy érzem, hogy tehát azt nem lehet elhanyagolni, tehát a jövő az mindenképpen az online fele húz. De és akkor 5 évvel ezelőtt megmerted lépni azt, hogy a másik 3 lábadat, a 4-ből, azt kirúgod magad alól, és azt mondod, hogy csak Forever. Igen, ez folyamatos volt, tehát először a boltomtól köszöntöttem el, és amit 8, majdnem 10 éven keresztül vittünk, és nagyon jó forgalmak voltak, de az egyre jobban lefele ment. Éreztem, hogy ott ki kell szállni, és volt az életemben egy tragédia, ami ennek tulajdonképpen véget is vetett. És
Utána jött a szállítás, tehát a szállítást fejeztem be, majd a főállásomtól köszöntöttem el a végén. Tehát így fokozatosan, ahogy a Foreverrel be tudtam tölteni azokat a réseket, úgy tudtam kiszállni az előző munkáimból. Kati, te pedig most készülsz a elkövetkező egy hónapban, hogy ott hagyod az eddigi életedet, és csak Forever. Így van. Igazából az egyik szemem sír, a másik nevet. 30 éve dolgozom a közigazgatásban, pénzügyi területen. Most 8 éve Vas megye önkormányzatnál vagyok pénzügyi vezető. Igazából imádom a munkámat, de nekünk az egyik legnagyobb motivációnk itt az üzletben az volt Tamással, hogy minél több minőségi időt tudjunk együtt tölteni, és itt a Foreverbe meg tudjuk azt tenni, hogy együtt dolgozunk, hiszen mindkettőnknek lehetősége van, hogy ezt az életet fölvállalja, és ezt az életet éljük, ezt a munkát végezzük, és ezt így tudjuk megvalósítani, hogy a főállásomtól megválok. Annak ellenére, hogy szeretem, de ezt most úgy döntöttünk, hogy ketten együtt. Tehát eddig akkor hogy nézett ki a napi munka? Mert hát te akkor elmentél az önkormányzatba reggel, és... Így van, és elég kiszámíthatatlan volt, tehát hogy én mikor fogok hazaérni. Tehát aha, ez nem egy 8 órás... Ez nem ilyen 5 órakor bezárt? Ez nem egy... A hivatal bezárt, csak az irodám nem. Tehát igen, ez a pénzügyi terület, meg egyébként az egész közigazgatás, mindennek megvan az a területe, ami kihívásokkal teli, és ez egy ilyen hogy határidők, amikor besűrűsödtek, tehát akkor nálunk nem 8 órás volt a munka, tehát ez nagyon kiszámíthatatlan volt, hogy én mikor érek haza, tehát az év nagy részében, tehát nem úgy, hogy néha-néha, hanem nyáron volt néhány nyugodtabb hónap, és akkor a többi az pedig ilyen elég kiszámíthatatlan. És igazából, amiben tudtam, támogattam a Tamást, meg segítettem, de úgy, ahogy szerettem volna, meg ahogy szeretném ezt az üzletet, úgy eddig ezt már nem tudtam bevállalni és tenni. És figyeljetek, akkor ennek végül is így a vége felé, hagyd tegyem fel azt a kérdést, hogy akkor ennek fényében, hogy nem sokára te is, mik az idei, meg a rövidebb távú célok, mi az, amit most kitűztetek? Mert akkor nyilván nagyobb, több energia lesz kettőtök munkájába, hogyha te is. Így te van. Tehát azt gondolom, mi annyira mások vagyunk, és biztos ettől van ez a nagy harmónia közöttünk, hogy nagyon, nagyon sokat tudunk egymásnak tanítani, egymástól tanulni, hiszen ami egyikünkben a hiányosság, az pontosan megvan a másikban, és ebben szerintem mi nagyon-nagyon profin kiegészítjük egymást, és nagyon nagy erőt fogunk adni egymásnak, Tamásnak is biztos, hogy sokkal erősebb, nagyobb üzlet lesz, és én is teljes szélességgel most ezt fogom képviselni és tenni. Igen. Chairman's. Igen, tehát komoly céljaink vannak, tehát Kati arról nem beszélt, hogy ő is külön vonalon igazgatói üzletért fog dolgozni a következőben, együtt dolgozunk persze mindenért, tehát közel 10 éve együtt dolgozunk a Forever üzletünkben is. Nekem óriási segítség maga az, hogy mellettem van, és mi ezért is örülünk, hogy most a következő hónaptól már teljesen 100%-osan tudunk együtt dolgozni, mert mi szeretünk együtt időt tölteni. Uh-huh. És igen, az Eagle Manager az nekünk 15 óta a döntésünk az, hogy minden évben Eagle Managerek leszünk, és ezt eddig teljesítettük is, sőt már az a boldogság, hogy a csapatunkban is van Eagle Manager, nagyon büszkék vagyunk rá, és reméljük minél több Eagle Manager lesz. Az is célunk, hogy mind a ketten Eagle Managerek legyünk, mert az is egy példa, és már van a példák között a Forever életében, és ezt mi is szeretnénk követni. Szerintem az élet úgyis arról szól, hogy bármit teszünk, az egy példa rossz vagy jó, de mindenképpen példamutatás. És a Chairman's Bonus-t is már megcsináltuk egyszer, és hiszem azt, hogy ha valamit egyszer el tudunk érni az életben, azt tudjuk újra és újra megismételni. Persze itt mindig van lehetőség, hogy rákapcsoljunk, mindig tudunk fokozni munkatempót. Mi nem görcsölünk, nem görcsöltünk eddig sem semmin. Nekünk az üzletünket úgy építjük, hogy nekünk kell, az nem létezik az üzletünkben. Nekünk csak a lehet szó van a szótárunkban, hogy így fogalmazzuk. De ezek nagyon jól működnek nálunk, ezek az eddig is iratlan szabályok.
Jó, és mi teljes mellszélességgel tudunk a Forevernek az elvei és az üzletpolitika mellé állni, és ez nekünk egy óriási dolog, hogy mi egy ilyen konkrét és korrekt céggel tudunk együttműködni. Így van. És csak olyan értéket képvisel ez a cég, amivel mi 100%-osan tudunk azonosulni, és a mi életünkben is ezek a legfontosabb. Hát azt hiszem, hogy ez máshogy nem is érdemes csinálni. Így van. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönjük további sikereket. Mi köszönjük a meghívást. Neked pedig ehhez a döntésedhez sok szerencsét kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.